Így van, Ádám, már itt is van a Skype vonal túlsó végén professzor Avi Leib a Harvard Egyetemről. Kedves professzor Leib, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a beszélgetésre, és igazán elképesztően izgatottak vagyunk, hogy online itt van velünk a ma esti adásban. És tényleg óriási megtiszteltetés, hogy itt üdvözölhetjük a Parallaxisban. Sok-sok egyéb titulusom mellett a New York Times bestseller listáján, ugye? Igaz? Szóval a New York Times bestseller listáján élen álló földön kívüli című könyv szerzője, amely már elérhető magyar fordításban is, az Agave gondozásában, és ehhez online is hozzájuthattok, hiszen persze mostanság a korlátozások miatt a könyvesboltok ugye zárva vannak, de még így is beszerezhető ez a könyv. Valóban lenyűgöző ez a mű, de hát enyhén szólva is némileg provokatív, hiszen nem kevesebbet állít, mint hogy ez a bizonyos, nevezzük talán objektumnak, melyet 2017-ben fedeztek fel, az Oumuamua egy valódi csillagközi hírvívő lehet, egy mesterséges eredetű égitest. Ön erre a következtetésre jutott, de kérem először is emlékeztesse a hallgatóinkat a gondolatmenete főbb lépéseire, amelyek ehhez az eléggé radikális következtetéshez vezettek. Először is köszönöm a meghívást. Nagy öröm számomra, és remélem, hogy egyszer a járványt követően meglátogathatom Magyarországot. Úgy hallottam, gyönyörű. Ami az objektumot illeti, 2017-ben fedezték fel, és ez volt az első olyan objektum, melyet a Föld közelében észleltek, és bebizonyosodott, hogy naprendszeren kívüli eredetű. Az Oumuamua nevet adták neki a felfedezői, mely cserkészt, felderítőt jelent Hawaii nyelven. Ez a tárgy sok szempontból szokatlanul festett. A csillagászok először azt gondolták, hogy talán egy üstökös, de nem alakult ki körülötte csóva, se gázból, se porból, ahogy pedig az üstökösöknél szokás. Aztán az általa visszavert napfény időbeli változásaiból arra következtettek, hogy ez a legnagyobb valószínűség szerint valamiféle paracsinta alakú, lapos, nagyon furcsa geometriával bír, legalább 10-szer hosszabbnak tűnt az égen, mint amilyen vastagnak, ahogy sodródott. Majd a mozgása egy olyan extra tolóerőre engedett következtetni a nap gravitációs hatásán kívül, mely erőhatás a naptól mért távolság négyzetével fordított arányban csökkent egy nagyon szép, egyértelmű módon. És mindennek a magyarázatához az elpárolgó anyag kiáramlásából eredő rakétahatás nem elégséges. Tehát valami titokzatos módon egy plusz löketet adott az objektumnak. Én csak egyetlen lehetőségre tudtam gondolni. Egy fényvitorla pontosan így viselkedne. És valóban. 2020. szeptemberében egy újabb objektumot fedeztek fel ugyanazzal a távcsővel, mely a nap körül kering a Földihez nagyon közeli pályán, és a csillagászok arra következtettek, hogy ez a tárgy, melyet 2020 SU-nak neveztek el, valójában földi, mesterséges eredetű, s valóban kiderült, hogy egy 1966-ban indított rakétafokozatról van szó. Itt is azt tapasztalták, hogy egy extra tolás volt mérhető a nappal ellentétes irány felé, de nem láttunk üstökös csóvát. Ebben az esetben tudjuk, hogy az objektumnak nagyon vékony falai vannak, és üreges is. Így a napfény visszaverődése adta az extra lökést. És persze tudjuk, hogy mesterséges eredetű, mi készítettük. A nagy kérdés az, hogy akkor ki készítette az Oumuamuát. Valóban, de ugye ön is megemlítette ezt a palacsita alakot, vagy ilyesmit, ám ez természetesen ugye csupán a legegyszerűbb lehetőség, mert feltételezi, hogy például az égitest fényvisszaverő képessége egyenletes, de persze az is lehet, hogy valami olyasmi, mint például a Saturnus Iapetus nevű holdja, ugye, amelynek ismert, hogy van egy nagyon világos és egy nagyon sötét színű oldala. Ezzel csak arra szeretnék rámutatni a hallgatóinknak, hogy ez esetben rendkívül nehéz bármit is mondani, mert mindaz, amit látunk, csupán egyetlen fénypont, egy pixel. Valóban nem lehetett felbontani a képét. Az egyetlen dolog, amit megfigyelhettünk, egy fénypont, változó fényerővel. Ez az objektum visszatükrözte tehát a napfényt, és mindeközben a forgása során 10-szeres fényességváltozást mutatott, ami nagyon extrém, hiszen a tipikus aszteroidáknál általában ez a fényerőváltozás nagyjából 2-szeres.
Vagyis ekkora fényesség ingadozás akkor fordulhat elő, ha az objektum nagyon vékony, és egy napvitorla pedig akkor lehet hatékony, ha a vastagsága kevesebb, mint 1 mm, és ez elvezetett arra a következtetésre, hogy ez egyfajta fényvitorla lehet, márpedig a természetben nem jönnek létre fényvitorlák, így aztán arra a következtetésre jutottam, hogy ez talán mesterséges eredetű lehet. És ahogy korábban utalt rá, a legjobb mód arra, hogy ezt eldöntsük, az volna, ha le tudnánk fényképezni. Vagyis legközelebb, amikor látunk egy ennyire furcsa objektumot, mint ez, márpedig ennek meg kell történnie a következő néhány évben, hiszen a Pan-STARRS távcső csupán néhány éve fürkészi az eget, és már is megtalálta ezt az objektumot. Vagyis nagyon valószínű, hogy újra és újra találunk majd ilyen égitesteket. Amikor kimegyek a konyhába és ott találok egy hangyát, akkor arra következtetek, hogy minden bizonnyal sokkal többen vannak. Ugyanígy, ha egyszer találunk még egy objektumot, ami ennyire furcsának tűnik, és nem olyan, mint egy üstökös vagy egy kisbolygó, akkor oda repíthetünk egy kamerát a közelébe, hogy készítsen egy közeli felvételt róla. És egy kép többet mond 1000 szónál. Az én esetemben egy kép többet mond 66 000 szónál, ugyanis ennyi van a könyvemben. Így igaz, és persze nem is meglepő, hogy ez az ötlet éppen öntől származik, hiszen tagja annak a Breakthrough Starshot vállalkozásnak, a tudományos bizottságának is, ha nem tévedek, amely pontosan ezt a célt tűzte ki, vagyis apró fényvitorlásokat küldene valamelyik közeli csillag felé. És persze erről azonnal eszembe jut az is, hogy ha bár bízunk abban, hogy a jövőben is láthatunk majd hasonló objektumokat, de mit gondol, mennyire lenne lehetséges a Breakthrough Starshot rendszer használni arra, hogy ezt a konkrét objektumot elkapjuk? Teljes mértékben. Ha már akkor rendelkezésünkre állt volna ez a technológia, akkor ez pont ideális cél lett volna a számára, hiszen a Breakthrough Starshot program űreszközei fel lennének szerelve egy kamerával, navigációs és kommunikációs eszközökkel, a cél pedig az, hogy ezek a mikroszondák elérjék a fénysebesség töredékét, 10-20%-át, az Oumuamua pedig a fénysebesség 10000 részével halad csupán, vagyis 1/100%-ával, vagyis ezt nagyon egyszerűen utol lehetett volna érni ezzel a technikával. Ugyanakkor a jelenleg létező hagyományos rakéták alig ha tudtak volna a nyomába érni. Igen, persze ez világos, hogy ha meg lett volna a technológiánk, akkor elkaphattuk volna. A kérdésem arra vonatkozik inkább, hogy létezik-e arra terv, hogy a jövőben ezt a konkrét Oumuamuát esetleg elérjék. Értem. Hát ez az objektum jelenleg már nagyjából milliószor halványabb, mint amikor a Föld közelében járt, és ennek következtében lehetetlen követni távcsövekkel, és nem is ismerjük elég pontosan a pályáját ahhoz, hogy utána küldhessünk valamit. De a lényeg, amit mondani akarok, az éppen az, hogy nem kell ragaszkodnunk nekünk ehhez az objektumhoz, hiszen kell, hogy legyen még egy csomó másik hasonló, tekintve, hogy mindössze néhány évnyi megfigyelési idő után akadtunk rá egyre. Vagyis arra kell fókuszálnunk, hogy találjunk többet, és gyűjtsünk be annyi adatot, amennyit csak lehetséges. Tehát, ha csinálunk egy képet, és szokatlannak, természetellenesnek tűnik egy égi objektum, akkor a logikus következő lépés talán, hogy menjünk oda és szálljunk le rá. És ki tudja, talán meglátjuk rajta a feliratot, hogy Made on Planet X. És tanulmányozhatnánk és importálhatnánk a Földön kívüli technológiát a Földre, hiszen ez a technológia könnyen lehet, hogy milliószor fejlettebb annál, mint amivel mi rendelkezünk. Vagyis ezek behozatala a Földre hatalmas nyereséggel járhatna számunkra. Tehát én az űrrégészet mellett korteskedem. A múltban úgy próbáltunk technológiai civilizációkra bukkanni, hogy a rádiójeleiket kerestük, nagyjából az elmúlt 70 évben. De ez ugye egy kissé olyan, mint a telefonálás. Egy telefonbeszélgetéshez már pedig szükséges, hogy a másik fél is éljen. Tehát nem tudunk telefonbeszélgetést kezdeményezni például a majákkal, hiszen az a kultúra már rég elveszett. De mégis kikövetkeztethetjük, hogy hogyan éltek az általuk hátrahagyott maradványokból, melyeket régészeti ásatásokkal megtaláltunk. Vagyis nagyon hasonló módon kereshetjük olyan civilizációk nyomait, amelyek már nincsenek, kihaltak. Hiszen az űreszközeik csak úgy, mint a mi Voyager 1, Voyager 2 vagy New Horizon űrszondáink akár 1 milliárd éve úton lehetnek. Hiszen a csillagok többsége sokkal, milliárd évekkel korábban keletkezett, mint a Nap. Vagyis ha ezeknél kialakult egy a miénkhez hasonló technológiai civilizáció, a maradványaik ott kell, hogy legyenek az űrben. Mi pedig kereshetjük ezeket csak úgy, mint ahogy műanyagpalackokat keresünk a tengerparton. Előbb-utóbb előbukkan egy műanyagpalack, ami arra utal, hogy volt ott egy civilizáció.
Világos, tehát akkor egyetérte azzal, vagyis mit gondol arról, hogy lehetséges, hogy a Fermi paradoxon feloldása talán éppen az lehet, hogy a civilizációk azért nem találkoznak, mert törvényszerűen rövid élettartamúak. Mit gondol erről? Ezt tárgyalom is a könyvemben. Ez az úgynevezett nagy szűrő. És valóban ez egy nagyon is valószerűnek tűnő lehetőség, tekintve, hogy mi magunk sem vigyázunk a bolygónkra kellőképpen, és olyan technológiákat fejlesztünk, amelyek a vesztünket jelenthetik. Egy másik lehetőség pedig az, hogy egyszerűen csak nem vagyunk eléggé érdekesek ahhoz, hogy meglátogassanak minket. Tudja, amikor megismerkedtem a feleségemmel, volt egy csomó barátnője, akik csak várták az elbűvölő herceget fehér lovon, hogy megkérje a kezüket, de az csak nem jött. Szóval miért is kellene úgy éreznünk, hogy figyelmet érdemlünk, hogy megtiszteljenek minket egy látogatással? Tudja, nem hinném, hogy eléggé intelligensek volnánk ehhez. Eléggé önhit dolog a részünkről azt hinni, hogy mi csak ülünk és várjuk, hogy valaki erre jár. Magunkat elnézve valószínűleg eléggé átlagosak vagyunk. Tudja, vagyis a mi hozzánk hasonló dolgok talán meglehetősen gyakoriak, vagy gyakoriak voltak a múltban, hiszen a naptípusú csillagok felének van földméretű kísérője nagyjából megfelelő távolságra, ahogy azt a Kepler űrtávcsőnek köszönhetően tudhatjuk. Vagyis nem csak, hogy nem vagyunk az univerzum középpontjában, ahogy azt Arisztotelész hirdette, hanem a környezetünk, a napföldrendszer sem különleges, semmilyen szempontból. Így tehát, ha biztosítottak a hasonló körülmények, megeshet, hogy az hasonló eredményre vezetne más csillagok környezetében is. Tehát, kozmikus szempontból lehetséges, hogy olyanok vagyunk, mint egy hangya a járdán. Az ember tudja, hogy rengeteg hangya szaladgál odakint, és séta közben nem figyelünk oda minden hangyára. Szóval miért figyelne föl ránk bárki is? Tudja, ha belenézünk a hírekbe, azt látjuk, hogy nem tűnünk különösképpen intelligensnek, szörnyű dolgokat művelünk. Igen, ez igaz. És egyébként ez az egész érvelés is nagyon izgalmas, de nekem ugye szó szerint ott lóg bekeretezve az irodám falán, amit én imádtam annak idején, az ön 2019-es véleménycikke, amely a Scientific American 2019 októberi számában jelent meg. Ennek az volt a címe, ha jól emlékszem, hogy a tudomány nem a lájkok szerzéséről szól. És persze ezzel tökéletesen egyet is értek, mindazzal, amit ott állított, hogy sokan a tudományban olyan ötleteket hajszolnak, mint például a szuperszimmetriák, vagy a Hoore-elmélet és hasonlók, amelyeknek az érvényessége egyáltalán nem bizonyított, csupán egyfajta matematikai elegancia, szépség az, ami miatt tetszetősek, és ezeket mégis teljes mértékben elfogadott fősodorbeli kutatási irányoknak tekintik. És én nagyon szeretem ezt a cikket, és persze folyamatosan mutogatom is az elméleti fizikus barátaimnak. Na de! Most jön a vicces rész. Nincs itt esetleg valamiféle ellentmondás? Hiszen biztos vagyok benne, hogy ismeri a Sagan Standard elvét, vagyis hogy rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Na most, amikor ön azt állítja, hogy az Oumuamua valójában egy mesterséges objektum, nem gondolja, hogy ez esetleg valamiféle kettős mérce, főleg, hogy éppen ön állítja ezt? Ezt magyarázza meg. Nem, egyáltalán nem. Ugyanis én éppen a többi bizonyíték érdekében érvelek, mert úgy nem jutunk soha bizonyítékhoz, ha az emberek azt hajtogatják, hogy ezek mindig csak sziklák, nem pedig idegenek. Mutassatok nekem rendkívüli bizonyítékot. A lényeg, hogy nem követelhetsz rendkívüli bizonyítékot anélkül, hogy biztosítanád az anyagi és erkölcsi támogatást. Tudja, az nem járja, hogy egyfelől nevetségessé teszik a témát, ignorálják, félresöprik, és nem finanszírozzák. Amúgy a sötét anyag kutatása például ezerszer akkora támogatást kap, mint ez a technológiai nyomkeresés. Vagyis a támogatás nélkül nyilvánvalóan nem kaphatod meg a rendkívüli bizonyítékokat. Mert hát ez olyan, mint letaposni a füvet, majd bejelenteni, hogy nézd csak, itt nem nő fű. De a mondani való ennél tágabb. Azt hiszem, tudja, hogy a tudományt a bizonyítékok kell, hogy vezéreljék, és nekünk az a dolgunk, hogy olyan sokat gyűjtsünk, amennyit csak lehet. Persze az rendben van, ha a képzelőerőnket használjuk, de azokon az említett másik tudományterületeken úgy zajlik elméleti munka, hogy nem is nagyon van a kutatókban pszichológiai igény a kísérlet igazolására, és ez már évtizedek óta megy, és ez teljes mértékben elfogadott dolog, és ez éppen azért kényelmes sok fizikusnak,
praktikusnak, mert így nem kell vásárra vinniük a bőrüket, úgymond. A gyerekek miközben megpróbálják megismerni a körülöttük lévő világot, ők szó szerint a saját bőrükön tapasztalják meg a világot. Folyamatosan horzsolásokat szereznek, de a fizika arról szól, hogy olyan jóslatokat tegyünk, amelyeket meg lehet cáfolni és kísérletileg ellenőrizni. És én adok itt egy ellenőrizhető jóslatot, hogy az Oumuamához hasonló objektumok esetleg mesterséges eredetűek, és ezt ellenőrizhetjük azzal, hogy fényképeket készítünk a jövőben a hasonlóan furcsának tűnő objektumokról. Úgy vélem, ennél nem lehet gyakorlatilasabb hozzáállást elképzelni, így tehát én valójában éppen a Sagan standard mellett állok ki. Másrészt azt is meg kell említenem, hogy én egyáltalán nem hinném, hogy ez egy rendkívüli állítás lenne. Elsősorban azért, mert ahogy említettem, az itteni körülmények több milliárdnyi másik helyen is megvannak a tejútrendszerben. Így aztán teljes mértékben a józanész diktálta állítás, hogy nagyon is valószínű, hogy már volt valaki odakint. Azt nem állítom, hogy most is élnek, de az elmúlt évmilliárdok során valószínűleg megjelentek. Vagyis csak vizsgáljuk ezt meg, keressünk bizonyítékokat, hiszen ennek kell lennie az átlagosnak, nem a rendkívülinek. És azt állítani, hogy a hozzánk hasonló dolgok rendkívüliek volnának, elég nagyképű dolog. Vagyis nem gondolom, hogy ez rendkívüli állítás lenne. Másfelől pedig a rendkívüli konzervativizmus, amit rengeteg kutató képvisel manapság, rendkívüli figyelmetlenséget, tudatlanságot eredményez. Miért? Mert még csak nem is hajlandók megvizsgálni. És ez a rossz hozzáállás, hogy azt mondják, hoz nekem egy idegent, hadd fogjunk vele kezet, és majd akkor esetleg azt mondják, hogy na, ez elégséges bizonyíték. Most pedig miközben azt hangoztatják, hogy nem, ez nem elégséges bizonyíték, a fősodorbeli tudományos közösség egyáltalán nem finanszírozza a keresést. Vagyis azt kell itt megérteni, hogy miközben azt mondják, hogy nincs itt semmi rendkívüli bizonyíték, egyúttal elnyomják, ellehetetlenítik a lehetőségét is, hogy szerezzünk ilyen bizonyítékot. Tehát a lényegi mondanivalom, hogy ezt a tudományos határterületet támogatni kellene milliárd dollárokkal. Nézze, például a gravitációs hullámok kutatását, mint témakört kinevették az asztrofizikában az elmúlt évtizedekben. Tartottam egy előadást egy téli iskolában erről, és az egyik előadót megkérdezte, hogy miért vesztegetem a hallgatók, diákok idejét erre a témára, ami egyáltalán nem lesz releváns az ő karrierjük során. És mindez 2013-ban történt. Két évvel később ezek a hallgatók még a doktori iskolába jártak, amikor a LIGO kísérlet kimutatta az első gravitációs hullámokat, majd néhány évvel később ezért meg is kapták a Nobel-díjat, mert ez rendkívüli bizonyíték volt. Az állításom viszont, hogy 1 milliárd dollár nélkül sohasem értük volna el ezt az érzékenységet, hogy gravitációs hullámokat észlelhessünk. Pedig ezt a témát is kinevették. De megadták a szükséges pénzt, habár a gravitációs hullámoknak aztán semmi hatása nincsen a hétköznapi életünkre, ahogy a sötét anyag természetének sincs ilyen relevanciája. Hogy az vajon egy axiom vagy egy gyengén kölcsönható tömeggel rendelkező részecske, az nem nagyon befolyásolja az emberek életét, mégis dollár százmilliókat és milliárdokat költünk el arra, hogy ezeket keressük, és még nem találtuk meg a sötét anyagot. Ugyanakkor, hogy az Oumuamua egy technológiai maradványe, annak hatalmas hatása lenne az emberek életére, amennyiben a válasz igen. Nagy hatása lenne arra, hogy hogyan érzékeljük a helyünket a világegyetemben, a jövőbeli terveinkre, a vallási, filozófiai elképzeléseinkre. Valójában ennek a kérdésnek volna a legnagyobb hatása a társadalomra. De nem tesszük bele ebbe azt az 1 milliárd dollárt, amit hajlandóak vagyunk beletenni a gravitációs hullámokba, vagy épp a sötét anyag kutatásba, és ráadásul még nevetségessé is teszik a témát a tudományos közösségben. Hogyan lehetséges ez, amikor a nagy közönséget ennyire érdekli a téma, és éppen az ő adójukból működik a tudomány? Vagyis itt most ez az egészségtelen helyzet állt elő, hogy egy a nagy közönséget nagyon érdeklő témát félresöpör a tudományos közösség, amely mindeközben olyasmiket finanszíroz, amik egyáltalán nem érdekesek a közvélemény számára. Rendben, és a például a New Horizons Pluto szonda esetére gondolok, amelyet korábban már említett, szóval Alan Stern meg tudná mondani, hogy a kormányzat vajon hányszor akarta pénzügyi okok miatt elkaszálni a küldetést, és éppen a közvélemény mentette meg a programot 3-szor is. Vagy valahogy így. Tehát valóban azt hiszem, hogy most már értem az ön mestertervét.
Javítsom ki a tévedek, a mesterterv az, hogy most kiáll a nagy közönség elé a könyvével, hogy meggyőzze az adófizetőket magukat, hogy ez a valami olyasmi, ami fontos. Igen, ők már meg vannak erről győződve. Az, hogy a könyv bestseller lett, az azt mutatja, hogy a nagy közönség szíve a helyén van, és éppen a tudományos közösség az, amely visszahúzza, főként a tudományos közösség hátráltatja. Miközben hihetetlen reakciókat kapok. Például most kaptam egy e-mailt Malaviból egy nőtől, aki azt írja, hogy elhatározta, hogy csillagász szeretne lenni, miután elolvasta a könyvemet. Ma reggel pedig Manchesterből jött egy levél, és a kongresszusi könyvtárból, és a világon mindenhonnan. És tegnap pedig egy a kolumbiai egyetemen tanuló hallgatótól jött egy e-mail, melyben leírta, hogy a munkám megváltoztatta az életét. És tudja, nagyon sok hasonló reakciót kapok a világból, és úgy tűnik, az embereket valóban nagyon lelkesítik ezek a kilátások, csupán a tudományos közösség hátráltatja. Ez lehet, hogy azért van, mert az UFO észlelések nem állják ki a tudományosság próbáját, vagy a science fiction irodalom miatt. De az én válaszom erre, hogyha visszamegyünk gondolatban a régmúltba, találunk embereket, akik úgy érveltek, hogy az emberi testnek lelke van, és ezért az anatómiai vizsgálatok nem megengedhetőek. Képzeljük csak el, ha a tudósok azt mondták volna, az emberi test egy ellentmondásos témakör. Vannak, akik azt állítják, hogy lelke van, mások meg azt, hogy nincs, de ezt nem vitathatjuk meg, hiszen ellentmondásos téma, mi pedig meg akarjuk őrizni a tekintélyünket. Ha nem kezdtek volna el az emberi testtel foglalkozni a téma ellentmondásossága miatt, akkor nem létezne modern orvostudomány. A tudománynak kötelessége megvizsgálni olyan kérdéseket, amelyek érdeklik a nagy közönséget, és amelyeket a tudományos módszer tisztázhat. És most egyértelműen megvannak már a megfelelő eszközeink, hogy foglalkozzunk azzal a kérdéssel, hogy léteznek-e odakint technikai civilizációk. Megvannak az ehhez szükséges távcsöveink, csak el kell döntenünk, hogy belevágunk. Rendben, azt hiszem, hogy ez rendkívül izgalmas, és persze most már sokkal jobban értem az ön motivációit, mint korábban. Tehát, ha jól értem, ön sem állítja konkrétan azt, hogy az Oumuamua egy földön kívüli mesterséges tárgy, hanem csak annyit mond, hogy kérem emberek, legalább vegyük ezt a lehetőséget komolyan, legalább csak annyira, mint amennyire például a szuperszimetriát, vagy a Hoore-elméletet és hasonlókat. Igen, ráadásul ez a témakör megváltoztathat sok mindent. Van a könyvemben egy fejezet, amelynek a címe az Oumuamua fogadása, amely Blaise Pascal francia filozófus fogadására hajaz, aki azt mondta, hogy Isten vagy létezik, vagy nem. Híres matematikus is volt. Szóval azt mondta, hogy amennyiben Isten létezik, a következmények ránk nézve hatalmasak. Vagyis tessék komolyan venni ezt a lehetőséget. Én ugyanezt mondom az Oumuamuával kapcsolatban, mint technológiai tárgyal. Vagyis nem utasíthatjuk el ezt a lehetőséget. Nagy hiba volna élből elutasítani, hogy ez egy technológiai maradvány, hiszen ha az, a következmények jelentősége hatalmas. Mindössze annyit kell tennünk, hogy bizonyítékokat gyűjtünk. Ez kinyit egy új ablakot olyan civilizációk keresésére, amelyek már nem léteznek, és tekintsünk erre úgy, mint egy ébresztőre, hogy kötelezzük el magunkat a keresés iránt. Nem tudom biztosan megmondani, hogy ez az volt-e vagy sem, hiszen kevés adatot sikerült csak begyűjtenünk, de az biztos, hogy nem úgy nézett ki, mint egy üstökös vagy egy kisbolygó. Volt néhány javaslat az enyémen kívül a szakirodalomban, amelyekkel megpróbálták megmagyarázni, hogy ez egy természetes objektum, de mindháromban akadtak komolyabb hibák, és mindháromban volt valami olyan javaslat vagy feltételezés, ami olyasmit igényel, amit még senki sem látott korábban. És ha lát az ember valami ilyesmit, amiről lehet tudni, hogy rendkívül különös, még akkor is nagyon érdekes lesz, hogyha természetes eredetűnek bizonyul, hiszen akkor betekintést nyerünk olyan folyamatokba, amelyek ilyen objektumokat hoznak létre, amelyek egyáltalán nem hasonlítanak a naprendszerben látottakra, és nagyon érdekes lenne kideríteni. Felvetették például, hogy talán ez egy hidrogén jéghegy, vagy talán egy porfelhő, és ehhez hasonló. Viszont mindegyikkel van probléma. Egy hidrogén jéghegy gyorsan elpárologna, a porfelhő, ami százszor ritkább, mint a levegő pedig, több száz fokosra felhevülne a nap közelében, és nem maradna egyben.
Volt még egy javaslat, hogy ez esetleg egy darabja szilánkja egy nagyobb égitestnek, amelyet az árapály erői szétszakítottak, amikor az objektum elrepült egy csillag közelében. Ezzel viszont az a baj, hogy ilyenkor többnyire hosszúkás, nem pedig lapos darabok keletkeznek. Vagyis mindhárom javaslatban van valami olyasmi, amit még senki sem látott, és mindegyikben van valami komolyabb hiba is. Így azt mondom, hogy ha ezek a lehetőségek vannak az asztalon, akkor a mesterséges eredet egy teljesen észszerű hipotézis, amit figyelembe kell vennünk, és minél több adatot kell gyűjtenünk a hasonlóan kinéző objektumokról. Úgy van, nagyon köszönöm, és persze, kedves hallgatók, menjetek és vegyétek meg Avi Leib professzor Földön kívüli című könyvét, önnek pedig, professzor, köszönjük szépen az idejét, valóban nagy élmény volt ez a beszélgetés. Köszönöm.